Kedves kis díját az ünnepség vezette fel a hétvégi Atomerőmű KSC Szekszárd Zalaegerszegi féle női NB1-es alcsoportos kosárlabda mérkőzést a Szekszárdi Városi Sportcsarnokban. A Tolna megyei Kosárlabda Szövetség ugyanis megválasztotta az év Tolna megyei női játékosát, illetve edzőjét 2018-ban. Mindkét díj Szekszárdon talált gazdára. Az év női kosárlabdázója Gerebel Lívia a KSC Szekszárd U20-as korú játékosa lett 2018-ban. Az év edzője Tolna megyében pedig a szekszárdi csapat vezetőedzője Djokics Zseljko, aki mint ismeretes magyar kupa győzelemig és bajnoki ezüstéremig vezette csapatát. A díjakat dr. Sólyom Boldog, a Tolna megyei Kosárlabda Szövetség elnöke és Szekszárd város polgármestere Ács Rezső adták át a két sportembernek. Nem volt elég csak jól játszani, az zalaegerszegi TL-re ugyanis jellemzőek azok a csapat, illetve egyéb szakmai erények, mint a KSC Szekszárdra. Noha a szekszárdi csapat összességében anyagerősebb és hosszabb a kispadja is. Már úgy tűnt, nem lesz elég csak Mekkolt Bishopot levédekezni a palánk alatt az alaiaknak, hisz középtávolról és a 3 pontos vonalon túlról is legalább 3 játékos remekül dobott a hazai csapatból. Igaz, gyors indításokból, megnyert 1-1-ekből, a 2-2-k utáni bontásokat követően kialakult zicserekből kosarakat szereztek a tiszta kékek. Így a Szekszárd előnye nem volt több 5 pontnál a félidőben. A harmadik negyedben még keményített a védekezésén az ZTE, Parker, az amerikai center szedte a lepattanókat, és gigászi csatákat vívott a szekszárdi erőcsatárral, Erika McColl-al, miközben Kozai és Szalai vezérletével duplákat, triplákat süllyesztettek el a szekszárdi gyűrűben vendégek, általában gyors indításokat követően. Egál a harmadik negyed végén felsziszent a hazai publikum. Nagyon sok olyan kosarat tudtak dobni, amilyen utolsó másodperces volt, nagyon sok támadó lepattanót szedtek, és szerintem ugye ez volt az a... Tehát alapvetően úgy gondolom, hogy tényleg, hogy azért jól védekeztünk sokáig, de utána mindig volt, hogy egy ilyen plusz hiányzott volna még, hogy egy szabadlabdát mi szedjünk össze, egy lepattanót mi szedjünk össze, vagy egy befutásra figyeljünk, és ebből az elején úgy gondolom, hogy ebből tudták tartani, meg ugye volt egy pár gyors indításuk a mi eladott labdánkból, és ez miatt volt az, hogy így tartották magukat. Ahogy az idei bajnokság valamennyi eddigi nehéz mérkőzésén, a kritikus pillanatokban most is remekeltek a szekszárdi kulcsemberek. A védekezésváltás egy más típusú zónára, ez mindenképpen Djokics edző érdeme, megzavarta az ellenfelet szemmel láthatóan. A palánk alatt gyümölcsöző McColl Bishop páros kapcsolat jó voltából is 64-58-ra a KSC nyerte a rangadót, és visszaelőzte a ZTE-t a táblázaton, újra a szekszárdi csapat a harmadik, az alapszakasz 13. fordulója után. Alapul nagyon elégedett vagyok, hogy dolgoztunk védekezésben mindenben, csak sajnálom harmadik negyed, mikor vezetünk több mint 10 pont, cserejátékosok, mikor nem észrevettek, hogy bónuszban vagyunk, ott csináltunk valami olyan, olyan faulokat koncentráció nélkül, hogy segítettünk Zalaegerszegnek, hogy dobja könnyű gólokat, és hogy visszajön ritmusban. Kár, hogy nem voltunk kicsit koncentrálva, mert ott tudtunk eldönteni meccset, és csinálni nagyobb különbség, de alapul elégedett vagyok, és látom sok olyan jeleneket, amit lehet építkezni tovább. Kár, hogy ősszel 7-tel kaptak ki a szekszárdiak Zalaegerszegen, így a végén azonos mutató esetében 1 ponttal az összesítésben a ZTE lenne a kedvezményezett.